A székelyek megtartották őseik hit és hiedelemvilágát, a természethez, a közösséghez tartozás életszemléletét. Keresztes Andor, akinek apai nagyszülei Bukovinából, Hadikfalváról menekültek el, majd 2 év délvidéki élet után telepedtek le a Tolna megyei Kisdorogon, papként Szekszárdon és Tolnán szolgált, majd Baranyába került. Az igazgató plébános Mária Gyűdön is igyekszik megtartani a székely hagyományokat. Pünkösd az egyház születésnapja, ekkor szállt rá az apostolokra a Szentlélek, és megerősítette azokat a félénk embereket, az apostolokat szűzanyával az emeleti terembe, hogy kimertek állni az emberek elé, megvallani a hitüket. Hát pünkösd azért a székelységnek is fontos eseménye, hiszen a csíksomlyói búcsú az nagyon híres. Mi különösen a székely hagyományban a pünkösdöt, hogy az egyház ünnepeként ünnepeltük, általában falvainkba május hónap, az vagy az első áldozásokkal telt, vagy a bérmálásokkal, de mindig megerősített bennünket is ez az ünnep. Fontos ez az ünnep, hiszen a közösségek ünnepe is a pünkösd, ahol mi is megerősödünk hitünkben, miségben, különböző családi programokban össze tudunk jönni, beszélgetni és egymást erősíteni. Papként nekem elég mozgalmas a pünkösd, főleg itt Mária Gyüdön, hiszen mind a kettő nap, a pünkösd vasárnap is, pünkösd hétfő is nálunk búcsú. Vigiliát ünneplünk ilyenkor, várjuk a mohácsi gyalogos zarándokokat az esti misére, és kérjük ebben a vigília szentmisében a Szent Lelket. Számomra mindig a vigiliák, amik sokat jelentenek, nem maga az ünnep, hanem az a csendes, átvezető esti lelki együttlét, az ünnepre való mélyebb készülés engem így erősít meg, hogy magába az ünnepbe így tudok beleérni, megérkezni, hogy a vigília miség áhítata, mélysége, csendessége segít nekem az ünnep valódi megélésében. Gyerekkoromban úgy volt meg, mikor készültem a bérmálásra. Én bérmálkozó Bonyhád melletti kis faluba, ahol szintén székelyek vannak, Cikon volt az én bérmálásom. És én akkor gyerekként éreztem meg, hogy mit jelent gyakorlatilag az egyházba felnőtté válni, és mit jelent a bérmálás. Erre komolyan készültünk első áldozás óta a plébániai hittanokon. És valahogy úgy belénk ivódott a papbácsinak a szava, hogy már mi felelős keresztények bérmálás után vállalhatunk tisztséget az egyházba, lehetünk mi is keresztszülők, bérmaszülők, és nagy-nagy elánnal készültünk mi a bérmálásra. Így tudatosan a pünkös csak bérmálás után jelentett sokat számomra. Az idősebbek pedig mindig elbeszélték a csíksomlyói búcsúk, zarándoklatok élményét is. Mikor rendszerváltozás után, mikor lehetett menni újra ki Erdélybe, akkor az első utunknak egyike Csíksomlyó volt. És nagyon sokan most is Csíksomlyóra szerveznek zarándoklatot, az ott való búcsúba, ott a virrasztásra, így megmaradt a székelységbe a Szentlélek eljövetelének az ünnepe, és így nagyon a Csíksomlyóhoz kötődött. 2004-ben szenteltek engem pappá, és szekszárdi belvárosi plébániára kaptam kápláni kinevezést, és véletlen belecsöppentem a szekszárdi közösségbe, akik szerveztek búcsút Csíksomlyóra, és én velük mehettem. Én gyerekkoromban is voltam már a csíksomlyói búcsún, saját otthoni zarándok csoporttal, de papként teljesen más volt megélni, ahol gyalog fölmentünk a nyeregbe. Valahol egy nagyon-nagyon lélek jelenlétet éreztem meg, és egy nagyon jó, mint a nyelvcsoda, hogy ott nagyon sokféle ember összejön, vannak reformátusok is, kereső emberek,
És valahogy Csíksomlyón éreztem, hogy mit jelent egy nyelvet beszélni. Hogy ott a lélek tényleg közösségbe hozta az embereket. Nehéz ezt szavakba kifejezni. Ott megéli az ember ezt az ős egyháznak, ezt a mély közösségi élményét. Keresztes Andort 5 éve helyezték Mária Gyűdre, idén pedig új feladatot is kapott. A Pécsi Egyházmegye legújabb referatúrájának, a székelynek lett a referense. Most se lett könnyebb a feladatom, hiszen megkaptam a siklósi plébániát, de örömmel szolgálok, hiszen az ember itt érzi, hogy van szükség rá, és amit tudok a szívemből, lelkemből átadni másoknak, megerősíteni másokat, valahol a papság ez, másokért élünk, másoknak szolgálunk, és itt az ember valóban a szolgálatban ki tud teljesedni. Itt is meg lehet élni a pünköst vasárnapi misén. Pünköst hétfőn az egy kicsit a nemzetiségekről is szól, hiszen reggeli 8-as mise pünköst hétfőn magyar mise, utána 9-kor horvát nyelvű szent mise lesz, és a siklósiak gyalogszerrel jönnek a 10 órai szentmisére, mert ez az ő fogadalmi ünnepük, most már ez is hozzánk tartozik, ez a plébánia, Gyüthös Siklós, és velük ünnepeljük a 10 órai szentmisét. Pünkösd vasárnap pedig egy nagyon szép mise van a cigány testvéreinkkel, Alsó Szent Mártonból jönnek ők gyalog, de a pünkösd megelőző héten most is, én is voltam ezen a novénán, én is miséztem nekik, és segítettem őket a lelki fölkészülésbe. Ezek a cigányok itt Alsó Szent Mártonban egy hetet készülnek a pünkösd ünnepére. Minden este összejönnek, imádkoznak, énekelnek, és a környékbeli papság, pszichológusok, lelkészek vannak hívva ezen eseményekre, és ők így készülnek az ide jövetelre, a gyalog zarándoklatra. Meg van egy lelki fölkészítő, hogy ők ezt komolyan vegyék. És itt a Szentmisében is nagyon sok helyről vagyunk, nem számít, hogy cigánymise, mindenki az Istennek a lelkét kéri, és úgy érzem, hogy itt a Szentlélek szíven szokott ütni sok embert. A békéért zarándokolt a Pécsi Egyházmegye közössége május 1. szombatján. A 25 kilométeres utat csaknem 1000-en tették meg együtt. A zarándokokat az igazgató plébános fogadta Mária Gyűdön. Felemelő, hiszen mikor ekkora zarándok csoport érkezik harangszóval, az ember küszködik a sírással, meg azért minden évben meghatódok, hogy ez a mély közösség az Egyházmegyében is megmutatkozik. Még ennyi év kihagyás után is. Mert nagyon keserves volt nekem itt a pandémia alatt egyedül misézni, hogy ez az zarándoklat ne szűnjön meg. 3-4 ember ült itt a téren, és akkor is megültük, akkor is volt üzenete, és a közvetítésekben nagyon sok ember visszajelezte, hogy örül, köszöni, és lélekben itt volt. Ezt a mély egységet, ezt az egy nyelven való beszédet lehetett megélni az egyházmegyei zarándoklatban is. Én Alsó Szent Mártonban a békéről beszéltem, mert azt tud ünnepelni igazán, akiben béke van. Mert aki fél, abban szorongás van, aki fél, abban eltörik a remény, és aki félelemben van, abban sokszor megkérdőjeleződik a hit is. És úgy látom, hogy a világ is egy ilyen békére vágyik, elég körülnézni, és az ember csak akkor tud igazán lélekből ünnepelni, ha szívében béke van. És valahogy a Szentlélek, Úristen, úgy gondolom, hogy ezt a békét kell visszaadja világnak, családoknak, egyéni embereknek. És számomra ez a pünkösd a békéről szól.